Fejérvár megyei rendkívüli közgyűlés összehívását több fontos döntéshozatal indokolta. Elsőként megyei kitüntető díjakról és címekről döntöttek a képviselők. A vármegyei önkormányzat életében mindig a megyenapon kerülnek átadásra ezen díjak és kitüntetések. Idén májusban Móron tervezzük megtartani a vármegyei napunkat. Emellett indokolta az aktív turizmus pályázatunkról szóló döntéshozatal. Körülbelül 2 milliárd forint értékben szeretnénk aktív turisztikai fejlesztéseket megvalósítani itt a vármegyében. Ezeknek az előkészítésében nyújtása volt téma, illetőleg egy helyi humánfejlesztési projekt kapcsán szintén közgyűlési döntés szükségeltetett a pályázat elindításához. Emellett két alapítványi támogatásról is döntött a közgyűlés. A Pedagógia és Garancia Alapítvány a székesfehérvári Vasvári Pál általános iskola könyvtárának fejlesztéséhez 200 ezer forint, a Betegápolásért Alapítvány pedig a Magyar Ápolók Napja megrendezéséhez 500 ezer forint támogatásban részesül.